eltitkolta önéletrajzából svéd állampolgárságát a Momentum frakció vezető helyettese, Bedő Dávid, aki legutóbbi interpellációjában is Svédország érdekében szólalt fel. Persze ezt a nem mellékes indítatását ott sem említve. Már a kettős állampolgárság megléte is nemzetbiztonsági kockázatot jelent, de különösen az, ha ez a tény titkos. A Mi Hazánk mozgalom régóta szorgalmazza, sajnos egyedüli pártként, hogy az országgyűlési képviselőknek és családtagjaiknak az esetleges egyéb állampolgárságról is nyilatkozniuk kelljen a megfelelő transzparencia megteremtése érdekében, hogy tisztán látható legyen, ki milyen kötöttségekkel rendelkezik idegen érdekek szolgálatában, valamint kiépített magának egyfajta menekülő útvonalat, mondjuk egy afrikai banánköztársaságba, mint Simon Gábor volt államtitkár, az MSZP elnök helyettese, akinek nem csak 240 millió forintos bécsi bankszámláját találták meg, melyet vagyonnyilatkozatából persze kihagyott, hanem a széfjében további több 10 millió forint mellett egy közép-afrikai ország útlevelét is. De vannak frissebb lelepleződések, hiszen több politikus esetében is merültek fel ilyen gyanúk. Például Márki-Zay Péterről is csak a miniszterelnök jelölté válását követően, tehát a miniszterelnök jelölté való megválasztását követően vált nyilvánossá az előválasztás után, hogy kanadai állampolgársággal is rendelkezik. Azaz csak egy idegen állam alkotmányára esküdött fel, hiszen a magyar állampolgárságába bele született. Akár csak Cseh Katalin, aki szintén kettős állampolgár, és hogy idegen érdekeket képvisel, azt persze mondjuk már régebb óta tudjuk. Egy Momentumból kilépett, csalódott tagjuknak köszönhetően szereztem tudomást viszont arról, hogy Bedő Dávid svéd állampolgársággal is rendelkezik, apja még Svédországban született. A Momentum képviselője önéletrajzában nem tett említést a kettős állampolgárságáról, csak a parlament.hu-n is látható önéletrajzában az szerepel, hogy a Lauder Javne zsidó közösségi iskolába járt, illetve alapfokú svéd nyelvismeretét említi. Bedő Dávidot egyébként a legtöbben talán onnan ismerik, hogy neki, mint jobb keze felé nyilvánult meg a magát államférfinek nevező Gelencsér Ferenc Momentum elnök a legutóbbi felszólalása után, amikor a bekapcsolva felejtett mikrofonjába frappánsan elismerte, hogy felszólalását mennyire elszúrta. Amerikai állampolgársága is van a Momentum második kerületi alpolgármesterének, Berg Dánielnek is, és ki tudja még hány politikusnak. Továbbá nem csak Szabó Tímea esetében merült fel, hogy CIA ügynök, hanem már Gyöngyösi Mártont is annak nevezte, a Jobbik utolsó, azóta persze már kilépett, 56-osa Murányi Levente tavaly. Végül az izraeli joggyakorlatot szeretném felhozni példaként, ott ugyanis nem csak nyilvános a parlamenti képviselők esetleges más állampolgársága, hanem ilyen esetben dönteniük kell, hogy másik állampolgárságukról vagy a mandátumukról mondanak le. Már-már vállalhatatlanul mérsékeltnek tűnik számomra is a Mi Hazánk mozgalomnak ezek után ez a mondjuk úgy, hogy kompromisszumos javaslata, amely szankciót nem, csak nyilvánosságot követel, de így talán mégis kompromisszumként meghallgatásra találhat a többi pártnál is, mert véget kell vetni a legújabb svéd állampolgársággal kapcsolatos botrány miatt is annak a gyakorlatnak, hogy a képviselők eltitkolhatják esetleges más állampolgárságukat, kötődésüket is.